ezt onnan ide, azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyiért, mindezt logikusan, hatékonyan, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a Millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. No, hát egy kicsit közúti szállítmányozásról lesz szó. Hát ha valaki ezt hallja, ezt a kifejezést, akkor azt tudja, hogy az biztos nagyon sok környezetszennyezéssel jár. Na de hát szükség van rá, mert mihez is kezdenénk, ha nem tudnánk eljutatni A pontból B-be, majd B-ből C-be, és C-ből D-be a különböző holmikat, és hát nem csak az az egyik probléma, hanem hogy elég drága a nafta, meg elég drága az energia. Hát ilyenkor szép fuvarozással foglalkozni, meg logisztikával foglalkozni, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan jön ki a Matek. Vince Adrián, a Ráben belföldi szállítmányozási üzletág vezetője van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! No, hát magas energia üzemanyagárak, lassan kezdünk hozzászokni, mert már lassan egy éve itt vannak velünk. Mit lehet kezdeni egy olyan iparág, ahol bizony elég sokat kell tankolni? Hát ahogy fogalmaztál, drága a nafta, és mi is arra számítunk, hogy ez a közeljövőben nem fog visszafelé korrigálni. Úgyhogy magát a problémát, vagy a kihívást jobb szóval fogalmazva, két oldalról tudjuk megközelíteni. Ugye egyrészt, amit szeretnénk elérni, az, hogy csökkenjenek a költségek, illetve nem árt, hogyha megjelenik a környezetvédelem már a megoldásban is. Ugye itt a legkézenfekvőbb megoldás az az, hogy megnézzük azt, hogy milyen elérhető jobb minőségű dízel, illetve alternatív meghajtások állnak rendelkezésre. Hát nem csak a 10 millió labdarúgó edző, meg a 10 millió Covid szakértő és a 10 millió Oroszország szakértő országa vagyunk, hanem a szállítmányozók szakértők köre is legalább ilyen bőséges. Mindjárt meg fogjuk kapni a 0-30-20-10-9-0-9-es SMS, WhatsApp és Viber számra, hogy hát miért nem gázhajtású teherautók szaladgálnak azon az úton? Vagy miért nincs már elektromos kamion tömegesen az utakon? Hát már jelen vannak az utakon ezek az alternatív meghajtással rendelkező eszközök. Egyelőre ugyan nem tömeges, de már vannak jó példák, akár Magyarországon is, illetve Közép-Európában. Tehát már róják az utakat a cseppfolyós gázzal meghajtott kamionok, illetve bizonyos speciális projektekben előfordulnak az elektromos meghajtású kamionok is. A beruházási megtérülési ideje az, ami kérdés, mert az még egyelőre nem fix, viszont amit el tudom mondani, hogy hát a környezeti előny az viszont azonnal tapasztaljuk ezeknél az eszközöknél. Apropó megtérülés, ezt hogy lehet kiszámolni? Itt is ugyanazok a gondok adódnak, mint az elektromos személyautóknál? Például, hogy drágább, mint egy hagyományos meghajtású teherautó, meg a hatótávja nem olyan kedvező, mint egy hagyományos meghajtású kamionnak? Igen, ezt jól látod. Egyelőre sokkal magasabb egy alternatív meghajtású járműnek a bekerülési értéke, és viszont a megtérüléssel kapcsolatban egyelőre elég kevés a tapasztalat. Mindenképpen javítaná az ilyen eszközöknek az elterjedését, vagy ösztönözni azt, hogyha akár Németország vagy Csehország mintájára ez járna valami útdíj kedvezménnyel, vagy akár útdíjmentességgel, hogyha valaki ilyen eszközzel fuvaroz. De ez egyelőre nincs, mert ugye az elektromos személyautóknál meg ugye egyenesen direkt támogatást ad az állam, akkor ezek szerint a logisztikai járműveknél nincs ilyen, de mit lehet addig tenni, amíg ezek az ösztönzők meg nem születnek esetleg? Ha a környezettudatosság a célunk, akkor mindenképp az, hogy fejlesztjük a flottáinkat, tehát a jó minőségű Euro 6-os besorolású dízel üzemű járműveket alkalmazzuk a szállítmányozásban, illetve ami még kézenfekvő, de sokszor nem beszélünk róla, az az, hogy hát a kihasználtságot növeljük, akkor ugye a fajlagosan egy palettára jutó károsanyag kibocsátást azzal csökkenteni tudjuk. Ez főleg városi környezetben jár nagy előnyökkel, ahol tudjuk, hogy eleve a levegő minősége nem túl jó. És itt már megjelentek olyan megoldások a lokál disztribúcióban, hogy
akár egy szállítóeszköz ki tud váltani 2-3 kibocsátót. Tehát már vannak olyan traktorok és félpótkocsik, amik nem feltétlenül direktben disztribútálnak, hanem akár 10-15 címeket látogatnak, és hát ugye ennek a kapacitása nem 15 európa lett a maximum, hanem 27 európa lett a. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy vajon ezt akár tudnánk-e emelni itt a tétet, hogy az emissziót lenulláznánk akár egy elektromos meghajtású lokáleszközzel. Hát oké, nagyon úgy tűnik, hogy nagyon efelé megy ez az iparág is, hogy elektromos meghajtás, de van infrastruktúra? Mert ugye megint csak a személyautóval példáloznék, ott azt mondják a szakértők, hogy ez lesz lassan a szűk keresztmetszet. Tehát, hogy nagyon sokan felfedezték maguknak az elektromos hajtású személyautót, de az infrastruktúra már nem mindenhol adott ehhez. Na most én kamiontöltőt még nem nagyon láttam, nyilván nem is kell a belvárosban ilyennek lennie. Hát igen, és valószínűleg azért ezek a haszongépjárművek nem a diszkontoknak az egyet töltőállomásain fognak tölteni, viszont gondoljunk bele abban, hogy micsoda potenciál van abban, hogy a logisztikai telephelyeket alkalmaznánk arra, hogy töltsük az eszközöket, és ugye itt mindenki abban gondolkodik, hogy hogyan tudja körforgásossá tenni a működését, tehát hogyha azt mondom, hogy egy telephelyen elhelyezünk néhány napelemet, és tiszta energiával töltjük meg ezeket az eszközöket, akkor az egy igen jó megoldás lehet erre a kérdésre. Uh-huh. Tehát akkor az a fenntartható logisztikának a lényege, hogy alternatív hajtás, és ennek az alternatív hajtásnak az üzemanyagát idézőjelbe téve megújuló áramtermeléssel biztosítjuk? Mi azt látjuk, hogy ez a vízió, ami felé elmennünk, igen. Oké. Van-e olyan a közlekedéshez kapcsolódó konkrét lépéseken felül olyan megoldás, mondjuk a ti cégeteknél, ami megint csak fenntartatóság felé viszi a rábent? Azért kérdezem, mert hogy oké, hogy gondolkoztok ezen, hogy fuvar szervezésben hogy lehet előrelépni, hogy lehet több elektromos járművet használni, na de azért a lábnyoma egy-egy cégnek nem csak ebből tevődik össze. Igen, gyakorlatilag azt látjuk, hogy a fuvarszervezési megoldások már ugye rendelkezésre állnak, tehát hogyha azt mondom, hogy egy jármű nem csak kifelé disztribútál árut, hanem ugye a hálózatba begyűjt is, és ugye ez a hálózatos működésnek egy előnye, hogy nem csak egy lábon használjuk ki a fuvareszköznek a kapacitásait, hanem visszalábon is. Ugye ettől rövidek lesznek az útvonalak, és igazából ami még ezt tudja ösztönözni, az az, hogyha mondjuk esetleg hallgatnak minket potenciális megbízók, akkor azt a kérdést érdemes feltenni, hogy valóban sürgős-e a fuvar, hogy azt A-ból B-be direktben szállítjuk, vagy inkább kihasználjuk egy ilyen networknek a környezettudatosabb, illetve gazdaságilag is előnyösebb rendszerét. Uh-huh. Illetve ilyenkor több idő marad a core business-re, és arra, hogy arra fókuszáljon, amiben ő a legjobb. Azt akarom még megtudni tőled, hogy azért a logisztika nem egy papírmentes iparág. Rengeteg dokumentum jön-megy. Sírnak az amazóniai esőerdők a logisztikai dokumentáció miatt. Ebben valami mozgolódás van adott esetben az iparágban, vagy nálatok? Azt kell mondanom, hogy még egyelőre a magyar piac ennek egy jelentős szegmens még mindig ragaszkodik a papír megoldáshoz, tehát ugye a fizikai levelekhez, de itt azért felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy már léteznek nagyon-nagyon jó minőségű digitális megoldások. Ugye egy elektronikus dokumentumnak az előnyei az lehet az, hogy kifejezetten a rendszerteszt rá időbélyegzőt, illetve elérhetők a geokoordináták. Nagyon jó tapasztalataink vannak a B2C, tehát a házhozszállítási szegmensünkben, ahol már azt mondom, hogy a megbízóknak a nagy része nem igényel fizikai dokumentumot, és elfogadják az elektronikus dokumentumot. Nagyon jó lenne, hogyha a business-to-business szegmensben is ez a gyakorlat terjedne el. Hozzátéve azt, hogy jogszabályi oldalon a belföldi disztribúcióban nincs olyan előírás, hogy csak is kizárólag a fizikai papír igazolhatja a szállításnak a megvalósulását.
Oké, no hát van tennivaló bőven, ehhez kívánunk lendületet. Egy utolsó, hogy rövid kérdésem még lehetek. Jól értettem, hogy a kamionoknál nem várható hosszabb távon sem az elektrifikáció? Tehát, tehát kimondottan csak a rövid távú városok környéki átpakolás utáni disztribúcióban az elektrifikációt lesz jellemző? Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy középtávon már elérhetővé fog válni az, hogy a lokál disztribúcióban kamionok, illetve kisebb disztribúciós járművek ilyen megoldással menjenek, uh-huh. És hát természetesen várjuk a megoldásokat arra vonatkozóan, hogy ezt a hosszú futású fuvaroknál is meg tudjuk valósítani. Tehát akkor a technológiától függ, ha lenne megfelelő akkumulátorkapacitás, stb. Megfelelő áron, akkor várható, ha ezek szerint. Igen. Abszolút. Jó, világos. Oké. Köszönjük szépen. Köszönjük, szép napot kívánunk. Én is köszönöm, szép napot kívánok. Szervusz. Viszont hallásra. Vince Adriánnal beszélgettünk, a Raben belföldi szállítmányozási üzletág vezetőjével arról, hogyan lehet fenntarthatóbb a szállítmányozás. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. Azért vegyük észre, hogy fenntarthatóságról mennyit beszélnek maguk a cégek. Most a Raben, azelőtt a DM, az újratölthető termékekkel, csomagolásmentes termékekkel, stb. Most egy ugyanilyen vonulat következik majd a hírek után, mert hogy mindenki dohog a népszámláláson, de Katona Csabával meg fogjuk mutatni, hogy már 1882-ben is volt népszámlálás, csak azt országos összeírásnak hívták, és milyen kérdést teszünk fel történész szakértőnknek, hogy annak mi értelme volt? Hát majd most meglátjuk, hogy 1882-ben ugyanúgy fészkelődtek a zsíros gazdák, hogy miért akarják megmondani, hogy hány tinom van én nékem, meg hány tik kapirgál az udvarba. Biztos azért, mert el akarják vinni az egyiket. Na, hogy ebből mi sült ki, erről fogunk beszélgetni Katona Csaba történésszel. Ács Gábor magához tér. Hírek előtt még elsütöm, hogy megjött az inflációs adat 20 fölötti, mert kicsi alatti volt már a várakozás. Is. Igen, azt mondom, hogy 19 fél körül volt, de igen, nagyjából 19.4, 21 az adat. Hát elég, nem annyira komoly eltérés. De azért van-e jelentősége, majd megkérdezzük a szakértőt. Aztán azt nézem, hogy a forint nem nagyon reagált erre. Igen, ez nagyjából azért, ez tényleg ez már a majdnem mindegy kategória a forintnak. 4,26,5 forint fölött van, volt legutóbb, mikor rápillantottam. Na, Schmidt Andi jön a hírekkel, aztán Katona Csaba az 1882-es országos összeírással. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi a